Mire ezek a sorok magához jutnak, én már átkeltem a határszélen, és ki tudja, mély bizonytalan sorsnak megyek elébe az omnibusszal azon a tájékon, ahol oly setét sűrűek az erdők, hogy bizonyára éppen úgy megterem benne az úton álló, mint az ember kalapján koppanó mak. Ahol oly tündöklően tiszták a vízesések, hogy az ember örökké így szeretné tölteni hátralévő idejét a folyó átlátszó mélyében, mint valamely simakavics, amelyet az utazó nők szemei azért is elnézegetnek hosszasabban, mert szeretnék, ha szívük ehhez hasonlítana. Az ön szeme felejthetetlen. Ama lámpáshoz hasonlít, amely lámpást ködös nehéz éjszakákon kékesen meglebegtetnek a fogadó udvarán, amikor az utazókocsi párologva, gőzölögve megérkezik, és az utazók darab ideig nem tudják mozdítani a lábukat a hosszú üldögéléstől. Tudom, hogy levelem vételekor elsősorban arra gondol, hogy a sok hasztalan irka-firka helyett inkább egy hártyába burkolt aranypénz csomagocskát küldtem volna, amelyet elutazásomkor ígértem önnek számlám fejében. Azonban bevallom, hogy még eddig nem találkoztam azzal az arancsomagocskával, amelyet önnek elküldhetnék. Fogadja tehát csak puszta indulatomat, mint akár az első nap, amikor lábamat betettem abba a nagy szobába, ahol az utazók asztalaiknál üldögélnek, és kíváncsian nézegetnek a konyha felé, ahonnan a zsír sistergése hallatszik, valamint a mozsárnak a hangja, pedig még messzire esik a karácsonyi ünnep. Ezen az első estén, a hosszú, nagy úttal a hátam mögött, az ön kékkel szegélyezett sárga szoknyája úgy tűnt fel nékem, mint a zarándok előtt az a búcsújáróhely, ahol most majd kegyes gondolatok között eltölti hátralévő életét igen, bevallom, azt hittem ezen az első estén, hogy ezentúl nem kell már tovább utaznom. Annyi lesz mindössze a tennivalom, hogy az asztal baklábára helyezem a lábamat, amikor az a bizonyos sárga szoknya nyájaskodva mellém telepedik. Bevallom, hogy számtalan hazugságba keveredtem ön mellett, de hát ezért magára vessen, mert olyan kíváncsiságot árult el utam felől, amilyen kíváncsiságot még a vidéki fogadósné részéről is megtisztelőnek tartottam a magam részére. Pedig azt kellett tapasztalnom, hogy kegyed a beszédes nagy szájával, amilyen a szavaló művésznőké szokott lenni, nem csak engem, de a lengyel határ felé igyekvő borkereskedőket is kikérdezi. Pedig ezek a szakálos emberek, Valóban nem mondhatnak mást, mint csupán annyit, hogy boroszlóban várja őket egy másik szakállas ember, aki meggyőződik a boroshordók pecsétjének sértetlenségéről. Ezzel útjuk befejeződik. Én tehát hazudtam önnek, hogy érdekesebb legyek még Hohenlohe herceg vadászánál is, aki a közelgő medvevadászatokhoz szállított olmot és port olyan mennyiségben, hogy az erdőkben a medvék előre bőgni kezdtek. Hazudtam önnek, hogy királyi futár vagyok, aki leánykérő levelet visz a szomszédországba, mert tudtam, hogy az ilyen leánykérés mindig érdekli az útba eső fogadósnékat. Feltevésemben nem is csalódtam, mert ön, asszonyom, még a tejet is kihagyta futni a konyhán, amikor a mesemondásaimat olyan jó ízűen mondogattam a sódar szeletek és a vörös bor között, hogy magam is gyönyörködtem bennük. De hát miért is vágta fel a sódart, asszonyom, amelyhez az ünnep bekövetkezte előtt nem volt szándéka nyúlni? Bevallom, hogy káposztás lengyel levesei úgy az asztalhoz ragasztottak, hogy ezeknek a leveseknek kedvéért hajlandó voltam egyszerre elfelejteni az összes fogadósnékat, akik valaha kedvemben jártak. Elfelejtettem a késmárki két kövér asszonyokat, pedig ott egyszerre két feleséget is szerezhettem volna magamnak. Elfelejtettem a fogadói szakácsnékat, akiket pedig mindig legelőször látogattam meg azon a hosszú útvonalon, amely az ország fővárosától a határ szélig vezet. Egyetlen szobalány sem jutott többé eszembe, pedig ha ismeretlen fogadóba érkeztem, mindig kikérdeztem a szobalányokat a vallási és szerelmi kérdéseik felől. Sok jó tanácsot hagytam el utazásaimban itt, ott, ahol azoknak tán hasznát is vették. Én terjesztettem el Magyarországon azt az immár közkeletűvé vállott babonát, hogy a kulcsjukon át is meg lehet szerelmesedni, ha az ember idejében néz be a kulcsjukon. Az ön lengyel levesei asszonyom felettették velem egész múltamat olyan jámbor ember lettem, hogy olyankor meglátogattam a helybeli templomot, amikor nem volt ott mi sem mondás, sem gyónás. Így senkivel sem találkozhattam, akinek emlékben elvittem volna valamely gondolatát. Ne csodálkozzon tehát asszonyom, hogy jóborai és ízes eledelei olyan könnyelműségre ragadtattak, amelyet ma őszintén és becsületesen sajnálok pénzerszényem nem volt arra berendezkedve, hogy hosszabb időt is eltölthetnek egy-egy fogadóban, mert hiszen utam is sietős volt. A tallérok pedig veszedelmesen nyugtalankodtak erszényemben, amikor ön a konyha vagy a pince irányába vette lépteit, vajon miféle ellenállhatatlan falattal vagy nemes ital téved vissza. Ne csodálkozzon, asszonyom, hogy talléraimnak nyugvást parancsoltam, mert hiszen még hosszú út állott előttem, inkább tehát azt ígértem önnek, hogy majd világéletemben itt maradok az ön sárga szoknyája mellett, és könnyítek üzletének vezetésében. Így például a borok lefejtését már én fogom elvégezni az idén, és ezen kívül is mindazokat a teendőket vállalom, amelyek egy férfi hivatásai a kocsmáros üzletben. Ne haragudjon, asszonyom, hogy nem születtem fogadósnak, inkább vendégnek. Kérem, ne verje be az ablakot, amelyen át megszöktem. Az ablak valóban nem tehet róla.